Megtartotta ez évi közmeghallgatását Szombathely megyei jogú város roma nemzetiségi önkormányzatának képviselő testülete a Hárofit Közhasznú Egyesület székhelyén kedden. Itt a megjelentek közérdekű kérdéseket tehettek fel, illetve javaslatokat is adhattak. Voltak, akik anyagi és lakhatási segítséget kértek, de olyan is akadt, aki szemetelés miatt panaszkodott. A közmeghallgatáson részt vett Ceglédi Csaba, a Szociális és Lakásbizottság elnöke is.